A hipoglikémia annak a jele, hogy a sejtek a vérben lévő cukrot nagyobb ütemben használják fel, mint ahogy a glükózt szervezetünk képes a keringésbe juttatni. A vércukorszint leesésével a szövetek, amelyek a működésükhöz szükséges energiát alapvetően szőlőcukorból nyerik, éheznek. A mellékvese velőállománya a vörös vértestek, és az agy ilyenkor nem kap elegendő tápanyagot, ezért a hipoglikémia gyakran jár eszméletvesztéssel. Gyakran találkozom ezzel a pácienseknél, hogy leesett a vércukrom. Ez teljesen egészséges embereknél is előfordulhat, nyilván, hogyha nem táplálkozott helyesen testmozgás hatására, és hát kialakul egy éhségérzet, ami egyébként szerencsés dolog, úgy gondolom, mert a szervezet figyelmeztet arra, hogy megfelelő időben vegyünk magunkhoz táplálékot. Időseknél fordul elő időnként, hogy elfelejtenek enni-inni, és hát ha az éhség, akkor egy kicsit figyelmezteti. Viszont kóros mértékű is lehet ez a vércukor szint csökkenés, mert egészséges embereknél ez nem jelent problémát rendszerint. Figyelmeztető jel lehet azért, hogy a vércukor szint ingadozik, és akkor érdemes ellenőriztetni, de cukorbetegeknél, főleg akik inzulint kapnak, de bizonyos tabletták, szulfaniúrea típusú gyógyszerek esetén előfordul, hogy ezek olyan mértékben csökkentik a vércukor szintet, hogy akár eszméletvesztés következhet be, és hogyha sokáig ezt nem észlelik, akkor akár nagyon súlyos esetben halálhoz is vezethet. Tehát nagyon fontos, hogy a cukorbetegek ismerjék ennek a bevezető tüneteit. Míg a magas vércukorszint lassan roncsolja a sejtjeinket, évek vagy akár évtizedek alatt okoz többek között vesebetegséget, idegrendszeri, szív- és érrendszeri problémákat, vagy látásromlást, addig az extrém alacsony vércukorszint azonnali életveszéllyel jár. Rendszerint egy elég durva izzadás szokott jelentkezni az éhségérzet kíséretében, és hát még kézremegés vagy testszerte ilyen remegés, és ilyenkor még van idő arra, hogy célszerű, hogy akinél ilyen előfordul, tartson magánál valamilyen cukorkát, édességet, csokoládét, amit gyorsan elfogyaszt, és ez azért rendszerint hamar felszívódik a szervezetbe. Cukros víz formájában például különösen hatékony, és akkor rendeződik a vércukorérték. Ha nem sikerül még eszméleten lévő betegnek a megitatása cukros vízzel, vagy valamilyen édesség elfogyasztása, akkor vénásan cukoroldatot tudunk a szervezetbe juttatni, és hát ez olyan csodálatos dolog volt nekem is ebben részem, hogy teljesen eszméletlen, magatehetetlen beteg a cukros injekció beadása közben már 1-2 perc alatt teljesen rendeződött, és csodálkozva kérdezte, hogy hol vagyok, mi történt, mi ez. Súlyos esetekben kóma is kialakulhat, de az elhúzódó hipoglikémia maradandóan károsíthatja az agyat, előfordulhat stroke vagy agyvérzés is. Különösen az éjszaka, alvás közben kialakuló hipoglikémia veszélyes, mely szívritmuszavart, szívinfarktust vagy hirtelen szívhalált is okozhat. Cukorbetegeknél nagyon gyakran szokott lenni kis igazolványszerű kártya, amin föl van tüntetve, hogy cukorbeteg vagyok, és hát esetleg az is, hogy ilyen esetben mi a teendő. Hát rendszerint az, hogy ha még képes rá, hogy a zsebéből elővarázsoljuk ezt a szőlőcukrot, vagy más egyéb édességet, és akkor azt megpróbáljuk a szájába, ha eszméleten van, beadni. Egyébként, ha eszméletlen a beteg, akkor rendszerint a segítség ott helyben nem megoldható, mert orvos sem mindig horda magánál ilyen
cukorinjekciót, amit be tudna adni, hát csak a mentőhívása segít ilyen esetben. Akik kizárólag diétával küzdenek a cukorbetegség ellen és hipoglikémiában szenvednek, azoknak vércukor szintjük ingadozását kell megszüntetniük. A hipoglikémia, azaz az alacsony vércukorszint előtt legtöbbször magas vércukorszintet figyelhetünk meg. A magas vércukorszint túlzottan nagy mennyiségű inzulin termelésére serkenti szervezetünket, és ez a magas inzulin szint étkezés után pár órával túlzottan lecsökkentheti vércukorszintünket, ezzel hipoglikémiás rosszul létet okozva.